Szerbusztok, Angelika Habpatron vagyok, és ma ismét a konyhámból jelentkezem, mert elromlott a mosogatógépem. A mosogatás az egy női attribútum, a mosogatógép az pedig egy férfi, márhogy gép. Úgyhogy én fel is hívtam egy kedves ismerősömet, Hajdú Balázst. Balázs, kérlek, gyere be. Balázs nem csak egy férfi, hanem ő Hajdú, egy ősi magyar mosógépgyártó cég sarja. Kérlek, mesélj egy pár szót a családodról. Apukám az pénzügyőr volt, sakkozott, anyukám meg gyógyszertár. De hogy kerültetek kapcsolatba a mosógépgyártással? Sehogy se. Nem szoktam mosogatni. Egy férfi attribúta vagy, azért csak megnéznéd nekem. Van egy ismerősöm a kap, és akkor hát, ha ő tud segíteni. De ő mivel foglalkozik, vagy hogy... Stand-up. Azért ő lát, hogy mégis akkor értem, hogy jobban érti ezt. Hello, azért hívlak, mert elromlott a mosogatógép. Itt vagyok anyas ülésen, nem tudok beszélni. Jó, de utazol? Nem utazom, hanem ez az estemnek a címe. Itt állok Kecskeméten a színpadon. Angelika Habpatron vagyok, hogy a Balázs, hogy itt van, de én nem tudta kielégíteni ennek a problémának a megoldást. Esetleg utána fel tudná jönni, mert megvárnám. Mindenképpen szívesen kielégítek, csak előtte hadd fejezzem, nem ezt a 400 embert. Oké, hello. Jó utat, jó utat. Nem utazom, Balázs, fellépek, könyörgöm. Nem ja. Szia, Kovács András! Szervusz, Angelika Habpatron! Most te itt egy férfi attribútumként vagy jelen ebben a videóban, amit arról felveszed, amit most... Igen, ezt felveszem, van egy saját csatornám, és akkor ott leszoktam adni. De most egy videót forgatsz magadnak arról, hogy jön a mosogatógép szerelő. Igen, és én pedig megkínálok téged Sex on the Beach-el, vagy Pina Kaloldával, de mivel nincsen hozzá poharam, ezért fogok készíteni neked egy ilyen zacskós levest. Amikről te beszélsz... Te lassan elkezdhetsz vetkőzni, már hogy nekivetkőzni. Nálad ez az Angelika Habpatron, ez olyan név, mint az Alaska Diamond. Igen, ez olyan. Ez az, mondjuk nem ismerem, de az. És ez ilyen felnőtt műfaj, amit most forgatsz? Igen, ez felnőtteknek készülő tartalom. Én ilyenekben ezért nyilvánosan nem vállalnék szerepet. Sajnos nekem családom van. Hát ha családod van, akkor még inkább jártas vagy ebben. Felhívom én neked a Janklovics Petit, ő mindent is elvállal. Jó, de nem akarod megpróbálni, nézd ide, így behajolsz. Jézusom, hova kerültem én? Nos, édesapa, mi a helyzet? Szia Petikén, figyelj, egy nagyon kedves hölgynél kellene mosogatógépet szerelni, úgyhogy közben filmezz. Ne folytasd, vállalom. Legalább te egy szerelőládával érkeztél. Igen, minden szerszám itt van. Neki is kezdek. Itt vannak most a szerszámok, nézd meg. Amíg szerelsz, addig én előkészülök egy pár kis finomsággal. Szeretnék kedveskedni neked. Fűtőszálat. Beteszek biztosítékot, pára. Na, fűtőszál, ez rendben. Még egy dologra de gyanakszom. Akkor miért vettük ki? Vagy? Hát azért, hogy ezt ki tudjuk zárni, de ez most jó, ez rendben van. És hát, akkor mindent kiszedsz. Akkor meg lesz. Aha. Ez is jónak tűnik, látod, mert ez keveri a vizet, ahogy forog. Vagy még erre gyanakodta, de be se kapcsolódik. Akkor valószínűleg nem ezzel lesz, de... Az ott az elektronika. Igen, igen, igen. Hopp, hogy a chip, hogy itt, hogyha megvan szak... De nincs de már itt leszakítottad. Én addig közben készítettem neked néhány ilyen kis falatkát. Ezekkel a pálcikákkal tudod megenni. Igen, így is lehet. Akkor most kiszedtél mindent, ami jó, akkor ezeket a jó dolgokat visszatudnád. Attól is rossz már, hogy kiszedted a motor. Az az igazság, hogy nem tudom összerakni. Mosogatógép szerelő vagy? Ja nem, én színész vagyok. Csak ugye el tudom játszani, hogy mosogatógép szerelő vagyok. Van a Duma Színházban is egy estem, a Tália Lotyója, és akkor ez erről színházi WC-kra? Nem, az a Tália Klotyója. Van egy nagyon, nagyon kedves ismerősöm, Litkai Gergely, aki mindenhez ért. Szia Gergő! Egy ilyen mosogatógép szerelés közepén vagyok, és egy csomó mindent kiszereltem, és hát visszaszerelni nem annyira tudom. Azt szokták kérni, hogy csinálj, nem tudod hol a helyen, bedobnám a tálcára, és próbáld megrázni. Hát most így beesett két kanál közé. Ha nem magatoknak csináljátok, a lényeg, hogyha átveszi az ügyfél, akkor ne lássa, hogy maradtak a alkatrésze. Az ügyfél itt áll. Csináld úgy, hogy ne hallja. Ja, jó. Próbáld azt mondani neki, hogy ő próbál átverni téged.
Vagy azt is tudom javasolni, hogy le kell menni egy alkatrészét, és ne gyere vissza, de vidd el az előleget. Köszönjük, Gergő. Leviszem a kocsiba, és akkor hozok fel ehhez szerszámot, amivel visszateszem az előlapot, jó? Jó. Mindjárt jövök, és akkor azt visszateszem, jó? Mai videómban nagyon sok minden történt. Te nem mentél még haza? Lehet, hogy lecsapta a biztosítékot. Nagyon jó gondolat. Na, Balázs, látsz lekapcsolt biztosítékot? Itt lehet ez. Beindult, szuper! Most már elindulna, csak mivel szét van szerelve, ezért nem működik. Sziasztok! Halló, te mit csinálsz? Gyere, lemerez a vét. Ja, de minek? Gyere, ne, mit csinálsz? Ja, nem érjek? Gyere, de nem azért.